A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Egint magazint látják. A mai műsorban beszélgetünk egy különleges jubileumról, valamint egy amerikai tartalomgyártó videóját is bemutatjuk Önöknek, ezt követően pedig ellátogattunk egy egészségnapra is. Tartsanak velünk! Különleges jubileumot ünnepel a Megadance Tánc Egyesület. Itt van velem most a stúdióban Robó Tamás vezetője. Köszöntelek! Köszönöm szépen a meghívást! Beszéljünk akkor a kezdetekről, hogy mi az, amikor ti alakultatok, mert mégiscsak egy különleges jubileumról beszélünk. Hogyan kezdődött a történet? Hát ugye ez egy érdekes dolog. Tulajdonképpen a Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület itt 2009 óta létezik a városban. Ennek apropóján ünnepeljük most a fennállásunk 15. évfordulóját. De nyilván sok emberbe felvetődik a kérdés, hogy hiszen 2025 éves jubileum volt, akkor ez hogy lehetséges? Ennek ugye az az apropója, hogy két alkalommal szoktunk gálát tartani. Az egyik ugye a megalapítás, ez volt két évvel ezelőtt 25 éve. Én ugye 19 éves koromban, 1996-ban alapítottam magát a Megadance-t, akkor még csak táncstúdió volt, de akkor ugye én Győrbe dolgoztam, a Győri Színházba. És ugye a megalakulás, vagy hát ennek az egésznek a létrejöttét szoktuk megünnepelni, ez volt ugye két éve 25 éves, és most pedig a fehérvári létezésünket ünnepeljük tulajdonképpen, hiszen én 15 éve vagyok a Vörösmarty Színház tagja, és 15 éve vezetem itt Fehérvár városában a Megadance-t, ami azt gondolom, vagy hát legalábbis nagyon bízom benne, hogy sokak számára ismert táncsoport, hiszen rengeteg városi rendezvényen szerepelünk, illetve a növendékeim jelentős része a színházi produkciókban is közreműködik minimum 10 éve. Illetőleg hát remélhetőleg én mint koreográfus is ugye sokszor közreműködöm mondjuk október 23-ai eseményeken, úgyhogy bízom benne, hogy a Megadance név azért az a város lakói számára nem egy újdonság. Milyen nehézségekbe ütköztél egyébként annak idején? Volt-e neked bármilyen? Hát igazából megmondom őszintén, a táncsoportot vezetni sose könnyű. Tehát itt azért akkor most is vannak olyan nehézségek, amiket meg kell próbálni áthidalni, de azt gondolom, bocsánat, hogy tulajdonképpen ez nem csak a táncsoport vezetése igaz, hanem szinte mindenre. Itt azért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban olyan 30 fő körüli létszámmal működik az együttes. Volt olyan év, amikor ez 50 volt, volt olyan, amikor kevesebb volt. A Covid időszak például nyilván bennünket is elég keményen megrázott. És azért itt mindig összekoordinálni mindenféle fiatal elfoglaltságát, az, hogy mindig ott legyenek az edzéseken, és ugye nekem egyetlen szabadnapom van a színházban, ez a hétfő, ezért én hétfőn tartom az órákat, és ugye a felkészülést az általában nehezíti, amikor mondjuk sok a hiányzó, ilyesmi, illetve hát egy ilyen gálaműsornak a megszervezése az egy rendkívül bonyolult folyamat, eleve az időpont kiválasztása, illetve ennek a létrejötte, ugye itt igazodni kell a színházi programokhoz, ami azért nem egyszerű, hiszen a színházban rengeteg minden történik, nekem is elég sok előadásom van, bemutatóm van, de hála Istennek jól működik a dolog, és azért vannak segítő emberek körülöttem, akik segítenek ennek megszervezésében. Az egyik ilyen nagyon fontos személy Németh Marian Méri, aki a színháznak a rendezőasszisztens egyébként, és nekem nagyon jó barátom régóta, mondhatom azt, hogy 15 éve. Úgyhogy tulajdonképpen, meg hát én a nehézségekkel mindig úgy jövök, a nehézségek szerintem azért vannak, hogy megoldjuk őket, úgyhogy én ezt igyekszem mindig így csinálni. Hogyha már említetted, hogy egy szabad napod van általában a hétfő, de egyébként a próbáitok hogy néz neki, hogy néz ki egy napod? Hát ez sok mindentől függ, de a hétfő edzés az úgy épül fel, hogy van egy elég komoly tréning, én a tánc technikai képzésre komoly hangsúlyt fektetek, és én Jeszenszky Endrétől, illetve Bakó Gábortól, aki szintén jó barátom, és az édesapámmal együtt táncoltak még valamikor, tanultam egy tréninget, illetve sokat csináltam, és ezt a tréninget tartom a gyerekeknek, ami egyébként professzionális táncosokra kifejlesztett tréning, én mégis amatőr gyerekeknek is tartom, és ez egy olyan 40-50 percen keresztül tart, nem könnyű,
és nem is feltétlenül szeretik olyan nagyon, viszont azt gondolom, hogy általában sikerül megértetnem mindenki, hogy ez nagyon fontos, hiszen anélkül, hogy az embernek lenne testtudata, illetve tudná jól használni mondjuk a kezét, a lábát, a forgásoknál a technikai részét elsajátítsa, ez szerintem nagyon fontos. És aztán ez megvan, utána a hátralévő két órában pedig koreográfiákat készítünk, ami viszont sokszínű. Tehát én a színházi táncos voltomból kifolyólag igyekszem a színház felé vinni a dolgokat, de ettől függetlenül csinálok hip-hop koreográfiát, csinálok showtáncokat, rengeteg musical zenére készítek koreográfiát. Az elmúlt 15 év egyik talán legnagyobb sikere, azt hiszem, a Rómaios Júlia koreográfiám, amit a francia változatra készítettem el, és ez lesz ezen az ideig államműsoron is, mert a gyerekek külön kérték, hogy ezt újítsuk fel, ezt a produkciót, mert ezt nagyon szerették. Úgyhogy így tevődik össze. Egyébként alapvetően az elmúlt időszakom az egy elég húzós időszak volt, hiszen volt egy Kőszívű ember fiai bemutatóm múlt héten, illetve most volt szerencsém vendégként a Fehérvár Balettel együtt színpadra lépni a Római Súliában hétfőn. Úgyhogy az utóbbi időben úgy néztek ki a napjaim, hogy reggel 10-től este 10-ig, és egyik helyről rohantam a másikra. De igazság szerint az én életemben ez megszokott. A táncos élet az ilyen. És hogy látod, a fiatalok mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez a táncos élethez? Mennyire nehéz nekik elsajátítani akár egy mozdulatot? Mi az, amit látsz a tanítványaidon? Őszintén szólva, most van egy nagyon, nagyon jó csapatom. Azt tudni kell, hogy minden évben, ugye, amikor elérkezik az érettség időszaka, pont ugye befejeződik a tanfolyam is, és ugye az érettségiző korosztály általában az úgy hirtelen eltűnik, hiszen elmennek tanulni vagy vidékre, vagy akár külföldre, úgyhogy ilyenkor elég sok embert veszítünk, illetve nem csak én szerintem, hanem ez egy általános jelenség, és ilyenkor mindig következő évben, szeptemberben újra kell építeni a csapatot, és ez hála Istennek most nálunk egy nagyon jó folyamat zajlik, nagyon jól összeérett a csapat, azt érzem. Azért azt tudni kell, hogy nyilván ez személyfüggő, hogy ki mennyire veszi ezt komolyan, illetve az is, hogy kinek mi a célja ezzel. Ugye rengeteg növendéken van, aki egy idő után úgy döntött, hogy a táncos pálya felé szeretne menni, ahhoz, hogy ez megtörténjen, muszáj nagyon komolyan menni, de nyilván vannak olyanok is, akik csak hobbiból táncolnak, és jó kedvükből és szórakozásból csinálják ezt, ők nyilván nem feltétlenül veszik ezt annyira komolyan, mint amennyire mondjuk én azt szeretném. Ami nagyon nehéz tényleg az, hogy hát ugye a betegség miatti hiányzások, illetve az, hogy általánosságban azt tudom mondani, hogy szerintem a mai fiataloknak sokkal kevesebb a kitartásuk, mint régebben, de ezt most nem a táncra értem, hanem úgy alapvetően én ezt gondolom, persze nem biztos, hogy igazam van, de én igyekszem, és azt gondolom, hogy szerintem az azon is múlik, hogy a vezetőedző, vagy az a személy, aki az edzést tartja, hogyan tudja megfogni a gyerekeket. Én igyekszem mindig arra sarkalni mindenkit, hogy tegyenek meg mindent azért, hiszen akkor tudunk sikeresek lenni, a gálamisor is akkor tud színvonalas lenni, hogyha megfelelő módon felkészülünk. De nincs. Különösebben nagy katasztrófa nincs azért. Van-e olyan, amire emlékszel, hogy valamelyik tanítványod nagyon sokra vitte, és szívesen emlékszel rá, tehát egy sikertörténet lehet a te életedben tanításod alatt? Sok ilyen van, hála Istennek. Tehát a helyzet az, hogyha a fehérvári 15 évet vesszük alapul, akkor nagyon büszke vagyok arra, hogy Belicai Béla az én növendékem volt 12 éven keresztül, és aztán a Szegedi Színházhoz szerződött, most pedig jelen pillanatban a Madách Színház tagja. Tehát ez nyilván ez számomra egy nagyon fontos történet, hiszen szerintem ezt ő maga is megerősíteni, szinte mindent tőlem tanul, természetesen a saját szorgalmával együtt és az ő kitartásával. De például arra is büszke vagyok, bár Börcsök Olivér egyébként színész lett, de valamikor nagyon hosszú éveken keresztül nálam táncolt, és volt olyan gálamisorunk, talán éppen a 10 éves, ahol együtt táncoltunk, a Béla, az Olivér és jó magam egy koreográfiát, és ezek mind meghatározó emlékek. De őszintén szólva, én minden olyan sikernek örülök, amikor például a növendékeim bekerülnek egy színházi produkcióba, hiszen azt azért tudni kell, hogy ők amatőr táncosok, tehát nincs végzettségük, nem ez a munkájuk, mint mondjuk nekem, aki mondjuk balettiskolát végeztem, és mégis eljönnek castingokra, például a Fém című produkcióban, ami egy óriási siker volt ugye ebbe a városba, én jó magam lettem a koreográfus, és ebben a produkcióban is a castingon, ami egy sokkörös válogatás volt, elég sok növendékem bekerült ebbe a darabba. Erre is büszke vagyok, illetve önmagában arra is büszke vagyok, hogy a Vörösmarty Színház produkcióiban a Megadance tagok rendszeresen, most is egyébként a Mágnás Miskába például, vagy nem olyan régen még ment a Beatles.hu című előadás,
Ott például a 10 fős tánckarból 7 az én növendékem volt. Tehát ez például azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés és jó dolog. Az bizony szép teljesítmény, és hogyha már itt mondtad a gálát, akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez hogyan fog kinézni, hogyan készültök rá? Reményeim szerint egy színes és szórakoztató gálát sikerül összehozni. Természetesen még nagyon sok minden folyamatban van. Éppen most készül egyébként a plakát. Én már láttam a terveket, és nagyon tetszik, és nagyon jó plakát készül szerintem. Az idei gálaműsornak a fő hangsúlya a fehérvári 15 év. Éppen ezért kevés lesz a vendégprodukció, de ahogy ez megszokott az elmúlt 15 évben, az édesapám társcsoportja érkezik Pécsről, hiszen én ott kezdtem a pályafutásomat, és azért ez mindenféleképpen kapcsolódik az én táncoktatói múltamhoz, illetve érkezik Bakó Gábor barátom Budapestről, aki az én mesterem is egyben, a legtöbbet tőle tanultam, ami a táncot illeti, illetve érkezik Budapestről egy másik tánccsoport, és ami számomra nagyon fontos, hogy például a műsorvezető Váradi Eszter, Sára és Keller János lesznek, akik nekem 15 éve, amióta ebben a színházban dolgozom, nagyon jó barátaim is, tehát nem csak a kollégáim, hanem a nagyon jó barátaim is, és nagy örömmel vállalják mindig, amikor felkérem őket. És ez azért fontos, mert az elmúlt 15 évben a meghatározó emberek azok jelen lesznek, úgyhogy igyekszünk, lesznek énekes produkciók, nagyon sok tánc lesz, és hát igyekszem minél pörgősebbre és minél színvonalasabbra csinálni. Bízom benne, hogy sikerül, ahogy korábban is. Igen, pont akartam kérdezni, hogy az előző évek tapasztalatai mit mutattak? Hát hála Istennek eddig ebben a színházban talán 3-4 gálaműsort tartottunk. Ugye volt itt 5 éves, 25 éves, 15 éves, 10 éves, tehát mindenféle volt, és emlékeim szerint szinte mindegyik állva tapsos előadás volt, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Persze én egy olyan típusú ember, hogy sose vagyok elégedett, és azt nem tudnám mondani, hogy bármelyik műsor után úgy jöttem volna ki, hogy igen, ez most nagyon jó volt. Mindig volt valami, amivel nem voltam elégedett. De természetesen azért sikerként könyvelhető el, hiszen számomra az a fontos, hogy a nézők szórakozzanak, illetve ami miatt nagyon fontos ez a gálaműsor, hogy a szülők ritkán látják a gyerekeiket ugye táncolni, hiszen az edzésre nem jönnek be, nem nézik őket, és egy ilyen gálaműsoron van egy szülőnek lehetősége arra, hogy lássa, hogy mennyit fejlődött a gyereket. A legnagyobb elismerés egyébként minden gálaműsor után az szokott lenni, ha egy szülő odajön és azt mondja, hogy hát Tamás, én ezt el sem hiszem, hogy te ezt csináltad az én gyerekemből is, hát amikor elkezdett nálad táncolni, és most meg amit, tehát hogy, és ez egy óriási siker, hiszen én alapvetően azért kezdtem el táncot tanítani, az volt mindig is a fő célom, hogy egyrészt hagyjak magam után valamit, ha már egyszer nem leszek, másrésztről pedig, hogy minél több emberrel megszerettessem a táncot, és bízom benne, hogy ez sikerült. Bízunk benne, hogy ez így lesz. Még annyit árulj el, hogy aki szeretne elmenni a gálaműsorra, hogyan válthat téged? Áprilistól fogjuk árusítani jegyeket, és a Vörösmarty Színház jegypénztárában lehet majd vásárolni. Reményeim szerint április 2-ától, hiszen ugye első húsvét még, utána 2-ától reményeim szerint el fog indulni az értékesítés, de mindenféle helyeken természetesen a plakátok és a reklám meg fog jelenni, úgyhogy remélem, hogy mindenki értesül róla időben. Ehhez kívánok neked nagyon sok sikert és további jó felkészülést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Willy Gewerz, amerikai tartalomgyártó, Székesfehérváron forgatta a soron következő videóját. Ebben egyebek mellett bejárta a Borivárat, a Rózsaliget és a Csónakázótó környékét is felfedezte, és természetesen a belvárost is keresztül Kasul bejárta. Székesfehérváron járt Willy Gewerz, amerikai tartalomgyártó. Willy először 2016-ban látogatott Magyarországra, amikor is olyannyira megszerette kultúránkat, hogy 2018-ban tovább folytatta felfedező útját kis hazánkban. Akkor ismerte meg a feleségét, ennek köszönhetően pedig végleg az országba költözött. Willy korábban már próbálkozott videózással, de a Covid ideje alatt kezdett el komolyabban is foglalkozni a tartalomgyártással, amelynek során főleg Magyarország rejtett kincseit célozta meg. Videóztam talán most, nem tudom, 2016 vagy 2015-től kezdtem, kis videók, például Snapchat, Instagram, csak mobiltelefonnal, és utána a Covid-kor volt, és éltem Logodi utca Budapesten, Várneged, és utána unalmas voltam, mert
Covid volt, és ezért csináltam hosszúbb videó GoPro-val, nem csak telefonnal, és nagyon érdekel nekem a történelem, és a kultúra, és a gasztronómia, és ezért azt hiszem az emberek tetszik ezeket a videókat, mert jó, hogy lehet megnézni az országi dolgok, nem csak történelem, nem csak kultúra, nem csak gasztronómia, de minden ország, a söröző, a kocsma, a pékség, a cukrászda, és nem a kaja dolog is, de csak mindenhol mentem a Magyarországon, és nagyon jó nekem, és azt hiszem az emberek is tetszik. Az amerikai videós elmondta, a magyar nyelvvel egészen könnyen meg tudod barátkozni. Nehéz nyelv, de nekem nem a legnehezebb dolog, hogy én kommunikálok, mert sok kéz kommunikálni is, és csak, nem beszélek, mint a anyanyelvű, de jó, most lehet beszélni mindenkivel. És azt hiszem, ha az más emberek, idegen emberek szeretnének beszélni, mint az én, nem a legnehezebb dolog. De anyanyelvű, mint az anyanyelvük, nagyon nehéz. De tanultam kis buliáték, fekete pikapata, kopakopatika, pepite kövén, más nyelvtörő, az ipafaj, papnak, papipaj van, ezért az ipafaj, papipap, papipapi van. És, ezért mindenki azt mondta, jó, beszélsz magyarul, de nem tényleg. Vili legutóbb Székesfehérváron forgatott, ahol korábban már járt egyszer, ám akkor nem tudta olyan mélyrehatóan tanulmányozni a város kulturális életét, mint most. A tartalomgyártó a Borivárnál, a Rózsaligetben és a belvárosban, így az Országalmánál is forgatott. Itt voltam, mikor kezdtem ezeket a videókat, itt egyszer, de csináltam egy Mohácsi csata, hosszú 25 perc történelem csak mese, és nagyon vicces video operator voltam, mert minden szín volt shaky és hands, de jó, azt hiszem, de nem tényleg csináltam egy Fehérvári videó, és a Borivár volt zárva, és mindenki azt mondta, kell menni a Borivárra, nagyon érdekes Bori Jenő, az nagyon érdekes srác, azt hiszem, csinált az egész dolgok magán, nem? Nehéz. De szeretnék megnézni, és azt hiszem ez a város most, mert tényleg tanultam a magyar királyok, most kutatok a 12. kor. És jó volt, mert ott azt mondta a Romked mellette, 12. kor reconstruction visuális, és ezért Kunves Kalman, második Béla, Boris, Ufémia, kisfiú, és próbált, nem fontos most, de nagyon érdekes nekem, mert itt a Fehérváron lehet megnézni sok dolgok, hogy én megkutattam. Vili Gevérc a közeljövőben újra el szeretne látogatni Székesfehérvárra, a városról készült beszámolóját pedig mindenki megtekinteti YouTube csatornáján. Idén is Maroshegyen a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban rendezték meg az első városrészi szűrőnapot. Az esemény nagy népszerűségnek örvendett, már korán beteltek a helyek a programra. Kardiológiai vizsgálat, EKG, állapotfelmérés, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, valamint dietetikai tanácsadás várta a maroshegyieket a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Az egészségnapokat körülbelül havi rendszerességgel szervezi meg Székesfehérvár önkormányzata, hogy minél nagyobb eséllyel előzhessék meg a megbetegedéseket a városban élők. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője Keresztúri Lászlóné elmondta, ezekre a szűrővizsgálatokra akkor is érdemes elmenni, ha valaki egészségesnek érzi magát, hiszen csak így lehet megelőzni az esetleges megbetegedéseket. Ez egy figyelemfelkeltés elsősorban, hogy amíg panasz és tünetmentes valaki, addig is megnézetheti, megvizsgáltathatja magát, hogy tényleg minden rendben van-e. Tehát nincs-e a háttérben egy magas vérnyomás esetleg, vagy valami EKG eltérés, vagy ha fogyni kíván, akkor miből kell, meg hogyan kell fogyni, mert hogy egy testösszetétel mérésnél azért az látszik, hogy milyen az izomösszetétel, hol van egy kicsivel több zsír a kelleténél, tehát ezek mind nagyon hasznosak. A hölgyeknél nagyon fontos a csontsűrűség, mert hogyha jön a klimax, csökken az ösztrogén szint a szervezetben, akkor automatikusan elindul egy csontritkulás. Tehát ezek mind azok a dolgok, ami miatt érdemes egy-egy vizsgálatot, vagy akár az összeset is végigcsinálni.
Az egészségnapra Boda László, a Battyányi utcai rendelőházi orvosa is ellátogatott, aki kiemelte, ezek a szűrőnapok nagyban segítik az ő és orvostársai munkáját. Eddig is házi orvosként prevenciós tevékenységet folytattunk. Azt gondolom, hogy a munkánknak a jelentős részét kell képezni az, hogy megtaláljuk a betegségeket. A prevenció azért fontos, mert látjuk, hogy a betegség, amikor még nem okozott olyan bélyegi problémát, hogy komolyabb szövődmények lennének, akkor ezen tényleg tudunk segíteni. Sok esetben jelentkeznek betegek nálunk mérsékelten magas vérnyomással, mérsékelten magas koleszterin értékekkel, kicsit megugrott vércukorértékkel, amikor még nem is feltétlenül szükséges az, hogy elindítsunk egy gyógyszeres terápiát. A beteg örül is neki, hogyha bevonjuk őt ilyenkor a döntésbe, elindítunk egy olyan jellegű kezelést, amit igazából ő tud szabályozni. Ez lényegében egy életmódváltás. Ebbe beletartozik a mozgás, beletartozik az étkezés átalakítása, de ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz szükség van erre ebben a pillanatban az egészségfejlesztés irodától szervezett rendezvényekre, vagy a munkánk során a prevenciós szűrésekre. Ha ez megvan, akkor utána be tudjuk vonni a beteget, hogy hogyan tovább. Itt lehetőség van egyébként a gyógytorna, a dietetika és az egész életmód tanácsadás elindítására, és akár egyébként a beteget el tudjuk indítani egy olyan úton, ami egyébként változtat. Boda László szerint fontos, ha valaki életmódváltáson szeretne átesni, reális célokat tűzön ki magának. Nagyon sok esetben vannak ilyen január 1-i irracionális célok, hogy akkor leadok 20-30 kilót, ezek nem nagyon szoktak összejönni. Tehát leginkább ez a 5-10%-nyi testsúlycsökkenés, folyamatos életmódváltás, ez az, ami egyébként reális tud lenni. Hosszú távon egyébként, hogyha ezeken változtatunk, akkor nagyon-nagyon sok szívérrendszerű betegségtől tudunk egyébként megszabadulni. A munkám során azt tapasztaltam, hogy a betegségek jelentős része egyébként életmód miatt alakult ki. Életmódbeli problémák miatt alakultak ki. Ez lehet akár a mozgáshiány, az ülőéletmód, az étkezés, vagy akár az, hogy nem megfelelő dolgokat csinálunk. Legyen a dohányzás, meg a túl sok alkoholfogyasztás. Én azt gondolom, hogyha ezt hosszú távon csináljuk, és az ember egyébként kap tényleg objektív visszajelzést, hogy mik az értékek, akkor tényleg tudunk ezen segíteni. Nagyjából ez a 35-40 éves életkorban kialakult tényleg egy hatalmas nagy váltás a szervezetben. Ilyenkor már tényleg átalakul az anyagcsere, átalakul a mozgásunk, kialakul egy családmodell is sok esetben, ahol egyébként az étkezésnél nagyon kell figyelni arra, hogy a gyerekeinknek mit adunk, és hogy milyen példát is adunk nekik tovább. Östör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fennhatósági tanácsnok tapasztalatai szerint egyre több székesfehérvárit mozgat meg az egészségnap, ezzel téve egy lépést az egészségesebb élet felé. Nagyon sokan jönnek el ezekre a szűrőnapokra, az az egyik a kézzel fogható haszna ezeknek a vizsgálatoknak, amikor itt helyben kiderülnek dolgok, vagy csak egész egyszerűen, akik ellátogatnak ide, egy átfogó képet kaphatnak az egészségi állapotukról. A legfontosabb az, hogy Székesfehérvár köztudatában már létezik az, hogy szűrővizsgálat. Hogy nekünk is kell tennünk az egészségért, nem állhatunk ölbetett kézzel, és csak várjuk, hogy mi lesz velünk, hanem tudunk tenni az egészségünkért, egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, mozgással, és azzal, hogy néha eljövünk szűrővizsgálatokra. Voltak egyébként személyes visszajelzések, hogy mekkora segítség ez? Nagyon sokszor találkozom olyanokkal, akik hát azért jól esik nekünk is, mert a köszönet hangján szólnak, hogy megoldódott, elmentek, most esetleg komolyabb dologgal műtétre várnak, és ezek a dolgok a mi szűrővizsgálataink kapcsán derülnek ki. De vannak olyanok is, akik nem a mi szűrőnapunkra, hanem azt mondják, hogy hát gondolkoztam, én is elmentem, és tessék. Úgyhogy ezek megerősítenek minket, hogy ezt érdemes csinálni. A közeljövőben Székesfehérvár önkormányzata a város számos pontjára fog szervezni egészségnapot, hogy meg tudják őrizni épségüket a székesfehérváriak. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.